Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Románia ellen az Európai Bizottság több kötelezettségszegési eljárást is indított az elmúlt években, mivel Románia nem kezeli prioritásként, illetve nem kezeli jól a környezetvédelem területét, azaz a környezet megvédését, az ebből adódó problémákat. Hogy mely területeken vannak a legnagyobb gondok, talán ezt a mindennapjainkban is látjuk, hiszen ugye a szemét, a hulladék begyűjtés és hulladék kezelés ma is egy megoldatlan kérdés. Romániában fehér hollónak számít, ha úgy fogalmazhatunk, az, hogy szelektíven gyűjtik valahol a hulladékot, és nehogy Isten újra is hasznosítják. Hogy mit lehet kezdeni ezzel a problémával, hiszen egy nagyon nagy területről beszélünk, ez is kiderül ma este itt a Mérlegen asztalánál, de az is, hogy hogyan lehet tisztább levegőnk Romániában, Románia nagyvárosaiban hogyan lehet ezt monitorizálni, illetve annak is utána járok, hogy hogyan lehet monitorizálni azt, hogy a romániai erdők valójában meg is maradjanak, és minél több zöld területünk legyen a jövőben is. Köszöntöm itt a Mérlegen virtuális asztalánál ugyanis Táncos Barnát, a környezetvédelmi minisztert. Üdvözlöm, miniszter úr! Jó estét kívánok! Jó estét, miniszter úr! Sajnos ugye a digitális világ még nincs annyira felkészülve arra, hogy lehet, hogy tökéletes minőségbe készüljön el ez a műsor, de köszönöm, hogy itt van velünk így digitálisan is. Miniszter úr, kezdjük talán az aktualitásokkal. Ugye nemrég derült ki az, hogy egy 50%-os garancia alapot fognak befizetni a vásárlók Romániában minden műanyag, illetve fém csomagolást követően, ami visszaváltható. Megvan erre a megfelelő infrastruktúra, hogy működjön is a rendszer? Hiszen már láttunk hasonló próbálkozásokat az előző években is Romániában. 50 baniról beszélünk, egy olyan garanciáról, amelyet minden olyan termék esetében be kell majd fizetni, amely PET palacba, üvegbe vagy alumínium dobozba van csomagolva, úgymond. Ezeknek a vizek, üdítők, sör és más szeszes italoknak az áruba bocsájtásakor, a piacra helyezésekor a termelő cégek kell majd az árba beépítsék az 50-ban is garanciát, és ezt a garanciát a vásárló visszakaphatja akkor, amikor az illető palackot, az üveget, az alumínium dobozt egy erre kijelölt helyén, egy erre kijelölt automatába például behelyezi, az automata pedig, vagy az, aki visszaveszi ezt az üveget, a PET palackot, az a cég, az neki visszaadja az 50-ban itt, készpénzben, vagy lesznek valószínűleg olyan automaták, ahogy vásárlási utalványt kap a vásárló, és azt az illető bevásárló központban levásárolhatja. Miniszter úr, egy olyan az a cél ugye, igen? Hogy mi a felhasználók visszavigyük az üveget, a műanyagot és a fémet is, és visszakerüljön a körforgásba, újra tudják hasznosítani. De van-e arra infrastruktúra Romániában, hogy az újrahasznosítás elinduljon ebbe a körforgásba? Természetesen, hogy egy ilyen rendszert nem lehet máról holnapra indítani. Ennek az előkészítése évekkel ezelőtt elkezdődött. 2020-ban az elődeim, a két miniszter egy kormányhatározat tervezetet készített elő. Ezt a tervezetet közvitára bocsájtották, decemberben járt le a közvitája ennek a jogszabály tervezetnek, és a célkitűzés ebben a jogszabály tervezetben az, hogy 2022 április 1-ével induljon a rendszer. Ez azt jelenti, hogy egy évünk van arra, hogy az infrastruktúrát kiépítsük, hogy a logisztikát azok a termelők által megbízott, vagy az a termelők által megbízott jogi entitás, aki ennek a menedzsmentjét vállalja, az kell majd a logisztikát biztosítsa, az a logisztika, mely összegyűjti majd ezekből a begyűjtőközpontokból, begyűjtőpontokból a PET palackokat, az üveget. Ugyanez az entitás kell majd megfinanszírozza azokat az automatákat, amelyeket a különböző üzletláncokhoz, különböző helyeken ezek az automaták biztosítanák a visszaváltását az üvegeknek, a PET palackoknak, és ugyanez az entitás kell menedzselje az egész országos rendszert, elképzelés. Itt a felelősség elsősorban a törvény értelmében a termelői, azért termelői, amely ilyen csomagoló anyag helyezett terméket tesz a piacra. Azért termelői, aki az ásványvizet, a
kólát, azt hiszem, mert van többféle kóla, az üdítőt, a sört, az eszes italt piacra dobja, értékesíti, és ezek a termelőkkel majd megszervezve egy olyan jogi entitást létrehozzanak, amely megvásárolja majd az automatát, megvásárolja majd azokat a szállítóeszközöket, amelyek ahogyan ön mondja, elnézést, ahogyan mondja, 2 év áll rendelkezésre, hogy ez a rendszer elkezdjen működni. Ugye azt már tudjuk, hogy az Európai Bizottság a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás terén is eljárást indított Románia ellen, kötelezettségszegési eljárást. Ha jól tudom, akkor 2020 végére kellett volna biztosítania az országnak bizonyos mennyiségű újrahasznosított műanyagot és fémet, és nem sikerült. Ez azt jelenti, hogy büntetést fog kapni Románia ezért? Hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy ezen a rendszeren dolgozunk és készítjük az elindítását, akkor elképzelhető, hogy megússzuk. Románia szinte minden téren, környezetvédelem szempontjából minden téren büntetést és elmarasztalást kapott. Kötelezettségszegési eljáráson indítva Románia ellen, kezdve a levegőszennyeződéstől, folytatva a hulladékkezelésig, az erdőkitermelésen át, minden a vízgazdálkodásért, minden olyan területen, ahol bizonyítani és teljesíteni kellett volna, Románia megbukott, nem kapta meg az átmenőt az elmúlt 15 évben, és így egy olyan helyzettel nézünk szemben, amikor szinte elkerülhetetlen a büntetés az Európai Unió részéről. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell dolgozni a probléma megoldásán, és fizetni kell a büntetés, hanem annál inkább bele kell húzni, úgymond, és nem csak a minisztérium, hanem a helyi önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a hulladékkezelő társaságok mind-mind azon kell ügyködjenek, hogy ezek a kötelezettségszegési eljárások lezáruljanak, hogy Románia bebizonyítsa, hogy évről évre, napról napra, hónapról hónapra jobban teljesít. A hulladékgazdálkodás terén óriási elmaradások vannak, Bukarest talán a legrosszabb példa arra, hogy pontosabban az a példa, hogy nem kell, nem így kell kezelni ezeket a dolgokat. Vannak olyan megyék, akik egészen jól kezdtek teljesíteni, ilyen megye például a Kovászna megye, több mint 30% az újrahasznosítható hulladék, amit kiválasztanak a begyűjtött hulladékból, háztartási hulladékból. Vannak hasonló helyzetben települések, megyék, akik jól teljesítenek, de vannak óriási gondok is, tehát itt a feladat az, hogy akik lemaradtak, azokat felzárkóztatni, akik pedig az élbolyban vannak, azokat segíteni abban, hogy minél hamarabb elérjék az uniós célkitűzéseket. Most a hulladékgazdálkodás kapcsán az is egy kérdés a mindennapi háztartásokban, hogy mikortól kezdhetjük, vagy érdemes kezdeni szelektíven gyűjteni a háztartásban a hulladékot, hiszen ugye eddig azt tapasztaltuk Románia számos településén, hogy a szelektív hulladékgyűjtés csak oktatási és beszoktatási jelleggel történt, indult el, de hogy egybe került mégis minden. Ön szerint mi az a reális időpont, amikor azt mondjuk, hogy érdemes szelektíven gyűjteni, mert van ennek egy kifutása? Ez egy sajnos teljesen falcs kép a hulladék gazdálkodásról. Nagyon sok ilyen példát mutattak be az elmúlt években valószínű a sajtóban, és az a kép alakult ki, hogy hiába gyűjtem én szelektíven otthon, úgyis összekeverik, ez a kép alakult ki a teljes rendszerről. Bizonyítható az, és az elkövetkező hetekben erre készülünk egy kampány akcióval, hogy bizonyítsuk azt, hogy milyen sok helyen, milyen sok megyében, mennyire sok településen folyik a hulladék tudatos, megszervezett külön szállítása, a kezelése, a válogatása, a visszanyerhető nyersanyagnak a csoportosítása és értékesítése. Tehát ez még mindig egy falcs kép, sajnos a kommunikáció az lemaradt a teljesítmény mellett, hisz nagyon sok országos viszonylatban is, nagyon sok megyei hulladékkezelő társaság nagyon jó eredménnyel és évről évre jobb eredménnyel válogatja szét, gyűjti szelektíven, értékesíti a hulladékot.
Erről akkor majd mindenképp beszéljünk még szerintem, mert mindenkinek a mindennapjainak a kérdése a hulladék, de egy másik fontos kérdés a mindennapjainkban, az ugye a tiszta levegő és a tiszta levegőt adó környezetünk, azaz a fák és az erdők Romániában. Nemrég bejelentette azt is a minisztérium, illetve ön, hogy most a hónap végén elindul ez a Sumár rendszer, egy applikáció is, de hogy egy teljes digitalizálása az erdők követésének Romániában. Konkrétan mit is jelent ez, miniszter úr? Egy olyan informatikai rendszer, amelynek a fejlesztése 2016-17-ben kezdődött, óriási problémák voltak a véglegesítéssel, a befejezéssel. Az elődeim kitűztek egy január 31-i határidőt, amelyhez nem nőttek fel természetesen, és a felelősség az nem követte a kitűzött célérésében kifejtendő munkát, vagy nem olyan ütemben folyt a munka. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy a határidőn nem változtatunk. Az elmúlt hetekben nagyon kemény munka folyt a SZETESZ nevű intézménynél, ahol a fejlesztése folyik ennek az informatikai rendszernek. Azoknak a platformoknak a biztosítása is készül, amelyeken futni fog ez az informatikai rendszer, az applikáció. És a hét folyamán, tegnap előtt reggel pontosabban, személyesen is megnéztem azt, hogy melyek azok a modulok, amelyek működnek, melyek további fejlesztésre, javításra szorulnak. Úgy látom, hogy nagyon jó ütemben haladnak a dolgok, és folyik ennek a programnak az intenzív tesztelése. A visszajelzéseket bárkitől szívesen veszem, akár erdészeti hivatal, akár vállalkozó, aki arra kényszerül majd, hogy ezeket ezt az informatikai rendszert használja. Tehát január 31-dik az a dátum, amikor a Sumár 2 el kell induljon, akkor a SZETESZ-nek kötelessége működőképessé tenni ezt a programot, és a használóknak pedig feladatuk, hogy feltöltsék az adatokat a rendszerben. Ez az adatbevitel, ez folyik az országos erdészeti hatóság, a RENEP, az nagy mértékben be is vitte az alapadatokat, készülnek a folynak a tesztelések, és készülnek az adatgenerálások. A lánc teljes mértékben úgy néz ki, hogy az erdőben az értékaktától, az értékbetételtől kezdődően a kitermelés, a szállítás, a lerakás, a készlet nyilvántartás, és az első, a primér feldolgozás is ebben kösre kerül, egészen addig azok, akik a cégekig, akik a nyersanyagot megvásárolják és felhasználják, tehát a bútorgyárak is bekerül például ebben a rendszerbe, és be kell vezessék, hogy mennyi nyersanyagot vásárolnak, hasonlóképpen a primér feldolgozók, akik a rönkből például deszkát. A digitalizálás az biztos, hogy teljes átláthatóságot biztosít hosszú távon, de ahogy már láthattuk, ugye 2016 óta volt próbálkozás a rendszernek, az erdők valamelyest követésének és a fakivágás megállításának, de az is a tapasztalat, hogy a fatolvajok mindig egy kicsit alkalmazkodtak a digitális világhoz és az új rendszerekhez, megtalálták a megoldásukat, és több tényfeltáró anyag is azt mutatja, hogy illegálisan több millió négyzetméter, köbméter fa tűnik el Románia erdeiből. Na most itt az is kérdés, hogy a hatóságok ebben az elmúlt években mennyire voltak partnerek, emiatt számomra is kérdés az, hogy ön mit tervez a romszilvával például, ahol több olyan anyag is napvilágra került az elmúlt években, ahol azt látjuk, hogy csak úgy tudtak a fatolvajok működni, hogy a hatóság segített. Két fronton kell ebben az esetben a harcot megnyitani. Az első, egyik se kevésbé fontos, mint a másik. Az első front a romszilva teljes átszervezése. Erre hamarosan egy auditot fogunk elindítani egy helyzetkép kialakítása érdekében, ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen folyamatok szorulnak teljes átszervezésre a romszíván belül. A másik front pedig az igazságszolgáltatás és a bűnügyi eljárások frontja, ott meg kell erősíteni azokat a kivizsgáló hatóságokat, amelyek a falopást, úgy általában a környezetvédelmi bűncselekményeket kivizsgálják, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy nincsen megfelelő szaktudás ezekben a bűnügyi kivizsgálásokat folytató intézményekben a
fallopásnak, a környezetvédelmi bűncselekményeknek a kivizsgálására és a vádemeléshez nem megfelelőek legtöbbször azok a személyek, akik egyébre specializálódtak, nem felrólni szeretnénk nekünk, hanem azt állapítjuk meg, hogy ez egy külön olyan terület, ahol külön szaktudásra, képzésre van szükség. És mi az az idő, amíg ez a kivizsgálás ön szerint reálisan elkészülhet? Mert kivizsgálásokat láttunk Romániában, olyat, ami 5 évvel ezelőtt kezdődött meg, és még ma sem látjuk a végét. Tehát, hogy 1 év szükséges ahhoz, hogy teljesen átlássák a rendszert, és tudják, hogy hogyan kell átszervezni, vagy 5 év? Az biztos 2005 a RNP nem ebben a szerkezetben fogja kezdeni. 2021 folyamán a kivizsgálást és az átszervezést is pontra kell tenni. Valószínű, hogy nem évközben kell egy ilyen rendszert a fejtetejére állítani, de 2022 biztos, hogy nem ebben a struktúrában fogja kezdeni a RNP. Az erdők témája kapcsán a faültetés is eszembe jutott, hiszen számos civil projekt indult el az elmúlt években, ami a faültetést is megcélozta, és hát országos szintű kormányprogramként is, miniszteri programként is volt faültetési program Romániában, de hogyan lehetne ön szerint felgyorsítani, segíteni azt, hogy minél több városban, minél több civil ültethessen fát, hiszen ez ma egy elég külön procedúra, főleg nagyvárosokban. Tehát a nagyvárosokban a faültetés az nem biztos, hogy a legkönnyebb megvalósítható feladat, hisz nem ülhetettünk bárhogy, bármikor fát, ennek megvan a rendje és módja. A civilek nagyon sokan segítenének az országos programban. Látjuk azt, hogy szívesen jönnének akár erdészeti faültetési programokba bekapcsolódni. Ezt is külön végig kell járni annak a procedúráját, hogy hol, mikor, milyen fajtát lehet, milyen fajt vagy fajtát lehet ültetni. Ami biztos, hogy a minisztériumnak van egy országos hatékony fajültetési programja. Ennek a védnöke volt Klaus Johannis államelnök 2020-ban is, és valószínűleg 2021-ben is a minisztérium fajültetési programjának ugyancsak az államelnök úr lesz a védnöke. Ezen kívül pedig a minisztériumnak kötelessége az erdőalap növelése érdekében olyan térségekben fajültetési programokat, erdőültetési programokat indítani, ahol elsivatagosodási veszély fenyeget, ahol védő erdősávokra van szükség, különböző okokból, különböző céllal ilyen védő sávokat lehet ültetni és kell ültetni az infrastruktúra megvédésére, útak, vasúti hálózat megvédésére, vagy az esetleges sivatagosodás, amit mondtam, vagy a hóviharok elleni küzdésben. Ezek mind-mind olyan területek, amelyeket az állam ki kell sajátítson, és az országos erdő telepítési, faültetési programokba ezeket a területeket be kell vonni. Ezek a programok tehát fognak folytatódni, és reméljük, hogy hatékonyabban, igen, és talán egy kicsit gyorsabb. Itt ugye még arról is beszélnünk kell, hogy ha már itt említettük azt, hogy rengeteg kötelezettségszegési eljárás van Románia ellen, a levegő minősége kapcsán is van kötelezettségszegési eljárás, és itt Marosvásárhelyen minket különösen érdekel ez a levegő minősége történet, hiszen itt van az Ázomüres vegyipari kombinát, ami miatt a városunk levegője talán szennyezettebb egy kicsit, mint más romániai városoké. Mit lehet tenni ön szerint, hogy folyamatosan monitorizálva legyenek a romániai városok levegő minősége? Azt látjuk, hogy külföldi országokban, nagyvárosokban ez mindennapi, és az állampolgárok tudják, hogy most jó vagy rossz minőségű a levegő, ahol épp élek. Romániában ez nem napirendi téma. Romániában, Bukarestben van a legtöbb ilyen levegő minőség ellenőrző állomás, egy tucatnyi, picivel több mint egy tucatnyi ilyen állomás működik a Romániában, ezen, vagy a Bukarestben. Ezen kívül Romániában szétszórtan 10 ilyen állomás végzi folyamatosan a levegő minőségének a mérését. A 80 ilyen állomásnak a beszerzése van folyamatban a minisztériumban, különböző stádiumban. Ezeket az állomásokat fogjuk kihelyezni az Európai Unió szakintézményeivel közösen meghatározott helyszíneken, mert ennek a mérési procedúrának is megvan a maga a tudományos háttere, a helyszíneket a közösen az Európai Uniós szakemberekkel dönti el a minisztérium.
Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladatunk valóban az, hogy állandó monitorizálással, állandóan friss információval tudjunk szolgálni. Ugyanakkor van egy több mint 5 millió eurós projekt a minisztérium keretén belül, amelynek köszönhetően a minisztérium képes lesz arra, hogy előrejelzéseket biztosítson a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy a légmozgását, a különböző feltételeket, különböző befolyásoló tényezőt figyelembe véve 2-3 napra előre meg lehet mondani, hogy milyen levegőszennyezettségre számíthat egy nagy urbánus térségben a lakosság. Ez Bukarestben óriási segítség lenne, hisz ennek segítségével lehet majd egy intelligens forgalom szabályozási rendszerrel, vagy menedzsment, forgalom menedzsment rendszerrel lehetne a szennyezett területeket, zónákat, térségeket mentesíteni részlegesen a forgalomtól. Ugyanakkor az ilyeneket ki lehet próbálni akár más nagyvárosokban is, és az előrejelzés az sok esetben segítene a helyi önkormányzatnak abban, hogy már időben intézkedéseket tudjon hozni, és meg tudjon próbálni bevezetni új megszorító intézkedéseket, akár ipari szennyezőkkel szemben, akár azokkal szemben, akik a tömegszállítási eszközöket nem preferálva saját autóval járnak folyamatosan a belvárosban, a központban, az olyan részeken, ahol a torlódások miatt a levegőszennyeződést ezzel elősegítik. Igen, a környezetvédelmi alap és ennek ágaboga egy külön műsort megér, most nem is fogok ebbe belekérdezni, viszont egy kérdésem még lenne. Ön ugye szülőként is, pedagógiába is belelátva, környezetvédelmi miniszterként kiemelte azt, hogy a minisztériumnak egyik fő feladata kéne legyen az oktatásban is részt venni, olyan szinten, hogy környezettudatos nevelést tanítani, mert nem mindegy, hogy mit hagyunk a jövő generáció számára. Hogyan lehet ön szerint, eddig csak civil kezdeményezéseket láttunk erre vonatkozóan, hogy az oktatásba egész kisgyerekkortól kezdődően a környezettudatos nevelés megjelenjen. De kormány részéről központi intézkedésként ez nem volt erősítve. Egy országos program elkészítésén dolgozunk. Az elmúlt napokban össze is a szakisztériumban az egyik tanácsosan vezetésével, akikkel közösen egy olyan önkéntességen és képzésen alapuló programot indítunk, amely a kritikus tömeget képes lesz létrehozni Romániában, azokat, akik megváltoztatják majd nem csak a saját viselkedésüket, hanem a szüleik, a nagyszüleik viselkedését és hozzáállását a környezetvédelmi problémákhoz. Ez azt jelenti, hogy elkezdtük a tárgyalásokat a tanügyi minisztériummal és az ifjúsági minisztériummal annak érdekében, hogy egy ilyen országos programot el tudjunk indítani. Szülőként úgy gondolom, hogy nem szabad külön tananyagként bevinni az iskolába, így is túlterheltek a gyerekeink, túl sok az óra, túl sok a tananyag. Egy olyan programba gondolkozunk, amely elég fiatalos, elég lendületes és elég nyitott ahhoz, hogy minden gyereknek érdekes legyen ebbe bekapcsolódni. Nem egy kényszer tananyaggal készülünk, és nem kényszer programmal, hanem olyan országos rendszerrel, amelyhez tartozni jó lesz, érdekes lesz, vonzó lesz. Ha ezt el tudjuk érni, akkor biztos, hogy több tízezer gyerek fog egy ilyenhez csatlakozni. Óriási az igény egy ilyen program elindítására. Látom azt, hogy milyen sokan szívesen bekapcsolódnak civil tevékenységbe, milyen sokan szeretnének tenni annak érdekében, hogy a környezetünk tisztább legyen, és hogyha a kisgyerekkorban el tudjuk ezt kezdeni, akkor biztos, hogy néhány év alatt jelentős változást tudunk elérni ezen a téren. Így legyen, talán 10 évvel ezelőtt lehet ezzel kellett volna kezdeni, de ami késik, nem múlik. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, miniszter úr. További jó munkát és kitartást. Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó tévézést kívánok minden nézőnek. Köszönöm. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva ígérem ismét izgalmas témákkal, és meghívottan jelentkezem itt a Mérlegembe. Addig is a viszontlátásra.